Nem, nem tárgyaltunk Bőrű Lászlóval egyszer sem. A csapatunk edzője megvan, a csapatunk edzőjének szerződése van a jövő évre is, és ahogy ő mondta a törökre, ő mondta, hogy abszolút nem igaz, most én mondom a Bőrűnél, hogy nem igaz, pont. Mekkora erőfeszítésetekbe kerül megtartani Szerhi volt, ez napi probléma-e? Nem. Nem? Abszolút nem. Szerhi Robnak élő szerződése van, amikor hosszabbítottunk vele, fejbe meg nem mondom, hogy egy évvel ezelőtt, vagy valahogy így, kérem szépen, akkor leültünk, kitárgyaltuk a feltételeket, ő aláírta, ő azóta nem járt. a, a nem, az a nem az, a, az ember, aki a, az irodában rohangál fölfele mindenféle dolgaival, ő elég, elég sok időt tölt a pályán, az edzéssel, az edzéstervel, a taktikával, tehát ő, ő abban foglalja el magát, ami a dolga, és szerintem ez nagyon helyesen teszi, tehát ő labdarúgó edző, ő abban foglalkozik, a menedzserét valóban megkeresik, biztos vagyok benne, hogy ezt jól mondtam. Őt keresik, nem? A menedzserét megkereshetik ebben a hiszen sikeres a Fadinál, hát világos, hogy Megkeresik. A menedzsere nekünk is egyébként ezt nyilatkozta, amit az a, a újságnak, hogy fölhívtak minket. Nagyon korrekt módon járt el egyébként a témje a, a Revlognak. Szóltak, hogy megkeresték, és szóltak, hogy nemet mondtak. Pont.